Több külföldi és magyar forrás is arról ír, hogy nemzetbiztonsági okból nem tarthatták meg Budapesten a kínai kisebbséghez tartozó ujgurok ifjúsági kongresszusát. Az eseménynek a Magyarok Világszövetsége székháza adott volna otthont, azonban egy bombariadó miatt elmaradt. Hirtelen kiutasították Ümit Hamitot, az ujgurok európai alelnökét. A híradónak ma semmelyik magyar hatóság nem adott információt arról, hogy 30-40, egyesek szerint az ős magyarokkal rokon ujgur miért jelentett komoly nemzetbiztonsági veszélyt. Ezen a felvételen Ümit Hamitot, az Ujgur Világszövetség európai alelnökét látják másfél évvel ezelőtt. A Magyar Nemzet ma rendészeti forrásokra hivatkozva azt írta, pár napja azért utasította ki Budapestről, mert több országban, idézem, felvetődött a neve terrorcselekmények szervezésével kapcsolatban. Xinjiang tartomány, Kína. Itt a muszlim vallású ujgurok az őslakosok. Az autonóm területen a lakosság 45%-át adják. Legutoljára áprilisban törtek ki zavargások. A kínai hatóságok úgy tekintenek rájuk, mint akik meg akarják dönteni a rendszert. Radikális magyar jobboldali körök pedig azt mondják, az ujgurok a magyarok rokonai. Az osztrák katolikus ügynökség a Katweb cikke emberjogi aktivisták Magyarország Kína nyomására kiutasítja az ujgurokat címmel jelent meg. Csütörtökön ugyanis a magyar rendőrség indoklás nélkül felszólította őket, hogy hagyják el az országot, írják. Az ujgur szervezet egyébként Münchenben élő alelnökét őrizetbe vették, és 9 órán át hallgatták ki, majd 3 évi beutazási tilalmat szabtak rá. Magyarország biztonságának veszélyeztetéséért, szól a cikk. A fenyegetett népcsoportok társasága szerint ezzel megsértették az emberjogi konvenciót. A társaság azt kérte az EU soros elnökétől, hogy formálisan tiltakozzon a magyaroknál. A 2007-es első törvény alapján közegészségügyi ok, vagyis fertőző betegség, a hatóság megtévesztése, és ahogy látják, nemzetbiztonsági ok miatt lehet valakit kiutasítani. Akkor is csak akkor, ha ez valódi, súlyos és közvetlenül fenyegető. Feltehető, hogy ugye ez volt az a passzus, ami a bevándorlási hivatalnál megalapozta ennek a német állampolgárnak a kiutasítását. A Helsinki Bizottság jogásza szerint az uniós polgárok jogcím nélkül itt tartózkodhatnak, mégpedig 90 napig. Őket sokkal nehezebb idegenrendészeti okból jogszerűen az ország elhagyására kötelezni. A nemzetbiztonsági ok vizsgálatánál azoknak a rendészeti szerveknek, amelyek ugye hivatottak vizsgálni, nyilván a rendőrség, alkotmányvédelmi hivatal, illetve a terrorelhárító központ lehet az, amelyik szóba jön. Az ő javaslatukra járhat el a bevándorlási hivatal. Felteszem, tényleg nem ismerve az ügy részleteit, hogy ők kereshették meg a bevándorlási hivatalt, és jelezték azt, hogy valamilyen okból ez az úriember ez veszélyt jelent Magyarország nemzetbiztonságára. Híradónk megpróbált hivatalos tájékoztatást kérni a belügyminisztériumból, a terrorelhárító központból és az állampolgársági hivatalból, sikertelenül. Az ATV Híradó világszövetségi forrásból úgy értesült, a múlt csütörtöki kulturális program amiatt maradt el, mert a katasztrófa védelem bombariadó miatt kivonult a Semmelweis utcába. A Magyarok Világszövetségének székháza továbbra is zárva tart, hiszen az tűzrendészetileg veszélyes. Az üzemeltető cég vezetője megpróbálta a katasztrófavédelem központjában újra kinyitatni a házat, vagyis engedélyeztetni. Azonban azok az intézkedések, amelyeket tettek, nem elégségesek. Például továbbra is könyveket lehet kapni az aulában, továbbra is a poroltó ugyan visszatették a helyére, de nem elégséges védelem, és továbbra is befelé nyílik a székház ajtaja. Az ATV híradót Somos András tudósította.